megszurkál a zsivány rendőrt, ne kelljen már nekem megvárni azt, hogy hát szúr-e már végre, hogy a fegyvert elővessem. Hát így ugyanúgy, ne haragudja, nem akarom megsérteni a világese, de így viharlámpát is adhatna a kedébe, no rendőr most a viharlámpával menjen, mert fegyvert nem használhatja, ne haragudjon. A rendőrök intézkedési eszközeinek bővítését, a városban szolgálatot teljesítő egyenruhások számának növelését, főként pedig a kábítószerrel összefüggő, egyre szaporodó esetekkel szembeni hatékonyabb fellépést várnak a rendőrségtől, fogalmazták meg elvárásaikat a Jászárok szállásiak. A szeptember 5-én tartott közmeghallgatáson a képviselők részéről is megfogalmazódott kritika és kérés. A közemberek tudják, hogy kik a terjesztők, a közemberek tudják, hogy kik a birtokok, kik akik ezzel őrzékednek. Nem hiszem el, hogy a rendőrség nem tudja ezt valamilyen szinten kontrollálni. Sajnos több lakó azt fogalmazta meg ezzel kapcsolatban, hogy nem benne van a rendőrség. Én nem akarok senkinek se ilyet mondani, de ne érezzet, ne próbáljon parancsnokúra ebbe az ügybe hathatósabban tenni. A megbízott őrsparancsnok visszautasította, hogy a rendőrséget bármilyen összefüggésben a helyi kábítószeres visszaélésekben partnerként hozzák szóba. Mindenképpen ki szeretném magamnak kérni saját és a kollégáim nevében is, ha valaki olyan feltételezne, vagy olyan gondolatmenetre jutna, hogy a rendőrség állomány ezzel kapcsolatban partner, tehát ettől szeretnék elzárkózni, és ezt szerettem volna leginkább kifejezni. Elmondta, hogy a szolgálatot teljesítő rendőrök vezénylésének rendjéről, létszámáról nem áll módjában adatokat közölni, ugyanakkor mindig a teljesítendő feladathoz igazítják munkájukat. Kifejtette, folyamatos az egyeztetés az önkormányzattal, a település polgármesterével, szükség szerint fokozzák a rendőri jelenlétet, és számos intézkedés is történt. A drog terjedésével összefüggésben pedig hozzátette, az elkövetők, a hivatalos formulával élve, a látókörükben vannak. Nyilván szűk szóban tudok ebben csak nyilatkozni, én bizakodó vagyok, tegyék, legyenek önök is azok, és az elkövetkezendő a következő találkozásunkkor már talán eredményekről is tudunk beszámolni és beszélgetni. A város polgármestere tájékoztatójában hangsúlyozta, hogy a közbiztonság megőrzése érdekében tovább kell erősíteni a helyi jelzőrendszert, amelyben a rendőrség mellett a polgárőrségnek, a közterületfelügyelőnek, a szociális, illetve az oktatási szféra munkatársainak is szerepe van. A koncepciót, illetve a fejlesztés lépéseit minden esetben a gazdasági környezet, illetve a társadalom meghatározza. Ennek mentén kell nekünk itt, kicsiben, itt Árokszálláson, Jászárokszálláson egyetértésben dolgozni és a városért tenni. A városvezető részletes tájékoztatást adott a közmeghallgatás felvezetőjében Jászárokszállás rövid és középtávú fejlesztési elképzeléseiről, a már elnyert pályázatokról, mint például a piac tervezett több mint 100 millió forintos fejlesztéséről, vagy az iparterületen az Ároki út és a hozzátartozó közművek kiépítésének 400 millió forintot is meghaladó beruházásáról. Kiemelte azt is, hogy az előzetes ütemterv szerint hajtották végre az út- és járdaépítéseket, a csapadékvízelvezető árokrendszer karbantartását. Pályázati támogatással valósult meg a torbadűlő megépítése, az év elején a járda és parkoló építési program, valamint folytatják a közvilágítás fejlesztését is. Mindezeket, illetve a város működtetését is a költségvetésben meghatározott terv szerint túlköltekezés nélkül hajtották végre, tette hozzá. Július végén azonban kiderült, hogy a tervezett 1,4 milliárd forinthoz képest mintegy 330 millió forinttal kevesebb bevétel érkezik az iparűzési adóból. Természetesen a város működik, illetve működött és működni is fog, tehát tettük a dolgunkat a képviselőtestülettel. A polgármester egyértelműsítette, hogy a város működtetése továbbra is biztosított, a helyzet megoldásán a további fejlesztések átütemezésén a képviselőtestülettel, pénzügyi szakemberekkel, a kormányhivatallal, az országgyűlési képviselővel egyeztetve dolgoznak. Polgármesterként megtettem a szükséges intézkedéseket, tehát pénzügyi irodavezető asszonnyal, jegyzőasszonnyal beszéltem, illetve jogkörömnél, munkáltatói jogkörömnél fogva további lépéseket és intézkedéseket tettem, melyek egyértelműen munkajogi kérdések. Hogy konkrétan milyen munkajogi, illetve személyi következményei lesznek a 330 millió forintos tévedésnek, azt egyelőre nem részletezte a városvezető.
az, hogy a város oda került, hogy 330 millió, hát ez nem talál szavakot. Hát most azt lehet tervezni, meg így tervezni, de ennyit már nem lehet hibázni. Ő egyedül ekkorát nem tévedhet. Egyedül ekkorát nem tévedhet, Zsuzsika. Ne haragudjon. Ez a 300 milliósal, hogy a valamelyik cég megrodjant, azt önöknek már tudni kellett volna fél évvel előtte legalább, hogy az a cég megrodjant, nem lesz annyi adóbevétel, és abból hiány keletkezik. A közmeghallgatás hozzászólói azt erősítették, hogy a pénzügyi helyzet megoldása mellett a felelősség kérdéséről sem szabad megfeledkezni. A közmeghallgatáson felvetett sok más mellett a helyi közlekedést, a városüzemeltetést, utak, járdák, csapadékvízelvezetők rendben tartását, az általános iskola bővítését, a strandfürdő fejlesztésének lehetőségeit, vagy épp a városi sportcsarnok építésének tervét érintő témákra későbbi adásainkban visszatérünk.